Nehéz csata lesz, minden évben az Euroliga ezzel a 4 nap alatt 5 meccsekkel, meg 3 nap alatt 4-5 meccsekkel igazából mindig nagy erőpróba mindenki számára, komoly próbatétel. Nyilvánvalóan most is arra számítunk, hogy kőkemény meccsek lesznek, ráadásul a csoportunkban nincs könnyű ellenfél, tehát a mi csoportunkban nem került olyan csapat, akit 20-0-val el lehet intézni. Úgyhogy kőkemény küzdelemre számítok, és nyilván arra, hogy az utolsó napig nyitott marad a továbbjutás kérdése, és tudunk úgy játszani, hogy a németek ellen utolsó mérkőzés az mindenképpen még egy győzelemmel azt jelentesse, hogy tovább tudunk jutni. 3 csapat jut tovább a csoportunkból, 6 csapatos a csoport. A Vörök Vujjegmenivel kezdünk, második nap reggel van a francia Nizza csapata, utána Padovával játszunk aznap este még. A következő nap váránk a csoport legerősebb csapata, váraton legerősebb csapata a Mataró, akik szerintem a végső győzelem is esélyesek, illetve vasárnap a hazai Spandau, akik ellen 2 évés kőkemény meccset játszottunk, úgyhogy nincs könnyű ellenfél. Nyilván mondhatom, hogy most talán annyira nem igazságtalan a meccsorrend, mert mindenkinek ugyanígy meccs van minden nap. Az előző években azért valahogy a rendezők mindig úgy csinálták, hogy nekünk nagyon rossz legyen. Most mindenkinek elég nehéz lesz, de hát nyilván fölveszik a kesztyűt és harcolunk az utolsó pillanatig. Sajnos Gyöngyös Anikó nem tartott velünk. Ez nyilván óriási érvágás a csapatnak, viszont most már 2 hete sajnos nélküle játszunk, úgyhogy úgymond, főleg a rangadókkal föl tudtunk arra készülni, mi az a játékmód, a játékrendszer, amivel eredményesek lehetünk. Ezt be is bizonyítottuk a Ferencvároson, a nagy meglepetésre tudtunk döntetlen játszani. A Dunaujvároson is, bár az eredmény, aki ránéz, azt mutatja, hogy sima meccs volt, de egyáltalán nem volt az. Sőt, azt gondolom, hogy a kezünkben volt 1 pont mindenképp, több odafigyelése, akár több is. Nyilvánvalóan nagyon sok mindenben javulunk, főleg a védekezésben kapott gólok számában. Nemzetközi mezőnyben a hiba százalék mértéke dönti el elsősorban a csatákat, bárkiről legyen szó, bárkivel játszunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy föl tudtunk arra készülni, hogy hogyan játszunk ezeken a meccseken. Nyilvánvalóan fizikálisan abszolút fölkészült a csapat, bár azt gondolom, hogy 4 nap alatt 5 meccsen nincs olyan sportág, ahol azt lehet mondani, hogy ideális felkészülést lehet csinálni. Mindenki hullafáradt lesz a végére, ott kell majd fejben észnél lenni. Úgyhogy erre készülünk, és ezek a rangadók nagyon jól segítették, ezt azt gondolom.